Kommandó, az egykori székely határőrségi és jelentős fakitermelőhely Erdély legmagasabban fekvő települése, amely nehézkes megközelítése miatt elszigetelődést is jelent az ott lakóknak. Kádár József 20 éve szolgálja a községet az önkormányzat által biztosított menetrend szerinti járat vezetőjeként, ám kis buszával most különleges megbízásból megy a 20 kilométerre fekvő Kovásznára. A vírusos járvány körülött a személyi szállítás felfüggesztették egy bizonyos ideig. Péntek napra kaptam a polgármestertől egy különleges engedélyt, egy külön járatot szerveztek, hogy a helyieknek kivessem a krónikus gyógyszereit. Kommandón nincs gyógyszertár, így a járvány idején, amikor itt a keleti Kárpátok rengetegében is korlátozták az emberek mozgását, a legnagyobb gond a krónikus betegek gyógyszereinek beszerzése lett. Ezen segített József, aki készségesen vállalta, hogy az összegyűjtött recepteket az egész falu számára kiváltja. József nem csak gyógyszert vásárol, számlákat fizet be, postára megy, sokan még bankkártyájukat is rábízták, hogy készpénzt vegyen fel az automatából. Délután lesz, mire a kisbusz visszaérkezik a faluba, ahol az emberek az orvosi rendelő előtt várják. Ide hetente kétszer jár a családorvos, így az idősek és a betegek folyamatos ellátását József felesége, a Diakónia Keresztjén Alapítvány munkatársa végzi, aki az éppen beszerzett gyógyszereket osztja szét. Ezt viszem a szomszédasszonnak, a múzeumos Marikának, ezt a csógoromnak, a testvéremnek, mind a ketten cukrosok. A járványhelyzet miatt a legveszélyeztetettebb csoport, az idős és krónikus betegséggel küzdő ápoltak biztonságát is meg kellett oldani. Bennem is például megfogalmazódott az, hogy vajon nem a beteg fogja feltenni a problémát vagy a kérdést, hogy nagyon sok helyre bejárunk, nagyon sok emberre kontaktusba kerülünk, hogy nem itt talán mi visszük be a vírust a házba. Ez már a nemrég felújított unitárius templomáról híres Kökös. Az egyházközség imatermében Kuti Katalin, Sepsíje falvi önkéntes, éppen Barta Alpár helyi lelkésznek segít, hogy csomagokba rakják a gondviselés segélyszervezet által összegyűjtött tartós élelmiszereket, édességet és játékokat, amelyekkel a környező településekre indulnak. A közösségi és szeretetszolgálati tevékenységeink során talán a legcsodálatosabb pillanatok közé tartoznak azok az alkalmak, amikor olyan emberekkel, segítő munkatársakkal találkozunk és dolgozunk együtt, akikben ott van az önzetlenség, a segítőkészség, a lelki tisztaság, és mindezt a jézusi cselekvő szeretet szellemében teszik. A lelkész és segítője néhány szegény sorban élő több gyermekes családot keres fel, hogy az adományjal örömet szerezzenek a hétköznapokban. Katalin néhány évvel ezelőtt kezdte el az önkéntes munkát, és a legnagyobb közösségi háló segítségével szervezte meg a saját, rászorulókat támogató csoportját. Kiírtuk, hogy aki szeretne jótékonykodni vagy adakozni nehéz sorsban lévő családoknak, bármi, amilyen van és szívesen megválna tőle, azokat szívesen fogadjuk, és mi elszállítjuk. A csoportnak ma már több mint 4000 követője van. Itt teszi közzé a felhívásokat, és nem csak magánszemélyek felajánlásait, hanem cégek adományait is összegyűjti és eljuttatja a rászorulóknak. Ezen kívül intézményeket, árvaházakat, kisegítő iskolákat is támogat. Katalin önkéntes hálózata rendkívül jól működik, hiszen a vezérlő elve egyszerű. Tegyél jót, és meglátod, mennyi jó ember fog csatlakozni hozzád. Ha kiírom a csoportba, akár nap alatt, ha olyan könnyebb dolog, egy nap alatt megoldódik. Utalják az összeget, adják a butrot, a babakocsit, a hordozót, ami éppen szükséges annak a családnak. Szóval fantasztikus erő mozog a csoportba. Most hova tovább? Biztos, hogy egy bizalom is van a csoportba, mert ez hova tovább erősebb és erősebb. A járvány idején Háromszék több településén is példaértékűen szervezték meg az idősek és rászorulók ellátását, amelyhez még inkább szükség van olyan elkötelezett emberekre, mint Kuti Katalin vagy a kommandói Kádár család. Ők a hétköznapi hősök, akik a járványhelyzet után is a rászorulók vagy éppen falustársaik segítségére sietnek.